Ez jobb lebeny egy nagy cisztikus göb, és akkor a göb alatt van egy mérsékelten eosztag egy másik. Tehát itt a cisztikus, és akkor itt, csak a, már mindjárt folytatom, tehát itt van a nagy cisztikus göb, itt meg ez a, ami a mai szempontunkból érdekes. Itt harántban, azt hiszem útrang vezérelt szúrás, tudod, ezért megállítom. Szóval itt nagyon nem látok előtte folyadékot tartalmazó részt. Tehát ez nem az. Tehát itt alig-alig van vonal. Ez egy benignus elváltozás lett, műtétre került a beteg, egy hiperpláziás nodulusa volt, illetve nem egy, hanem számos. Itt ez arra példa, hogy ugye a mikrokalcifikáció, de hát ugye a mikrokalcifikáció a jó undató elváltozásban is lehet, és ezért pongyol a megfogalmazásunk, mert valójában tényleg nem nagyon szokott elmeszesedni egy jó undatú göb, az a klasszikus ilyen papilla végi dolog. A amerikai kardiológus társaság, az ACR-nek a tiratsza, az egyedüliként nem is használja ezt a kifejezést, hanem azt mondja, hogy a punctate echogenic foci, ami valójában sokkal exaktabb kifejezés, mert amikor mikrokalcifikációt gondolok, az egyáltalán nem biztos, hogy a való életben azt jelenti. Ez körülbelül ugyan pongyolaság, mint talán aki idősebb, az emlékszik rá, hogy a sebészek mindig azt mondták, hogy a betegnek adenomája van. Ez olyan rosszul hangzott, mert az adenoma egy szövettani diagnózis, ugye a follikulás adenomának, de ugye volt egy ilyen pongyola szóhasználat, ami szerintem kiment a divatból a göbbel kapcsolatban. Ez hasonló pongyolaság egyébként, amikor mikrokalcifikációt beszélünk. Szóval ezt nem lehet nem megszúrni. Ez nyilvánvaló. Itt most nincs magyarázó, mert itt ezt azt gondolom, hogy külön nem kellett kinagyítom, de most akkor mi nézünk a nagyobbik göbben, hogy ott van-e valami ehogazdag figura. Ez talán még itt érdekes, bocsánat, ide visszamegyek. Így tud kinézni egy cisztában hogy mondják ezt a klotot, hogy mondják magyarul az alvadékot. Tehát ez ennek a szöveti része, ez a körülbelül ehonormál, itt ez a jó nagy itt körbe, ez a része, ez simán lehet, hogy egy ilyen alvadék. Mert néha egy szimpla cisztában látunk ilyet, és azt hiszük, hogy ez a mérsékelten eoszegény állomány, de valójában ez lehet az alvadékos rész. Hát itt is vannak ilyen ciszta mögötti dolgok, ezeknek nulla jelentőség. Ha megnézitek ezeknek a fényességét, és akkor megyek tovább a ezeknek, hát szóval ez egész más. Tehát ilyet azért vétek túlértékelni. Hát itt ez valószínűleg valamilyen kötőszöveti rész, mert sok ilyen vonal van, egy-egy pötty, ez itt a nagy göb alattiban a gyanús rész. Tehát nem feladatunk, hogy diagnózist mondjunk, a feladatunk az, hogy kiválasszuk azt a göbet, amit meg kell szúrni. Ezt meg kellett szúrni, jó undatú lett. Egyébként valószínűleg hát ez most lehet, hogy hülyeséget mondok, amit sose szeretek, amikor az ember a saját teóriáit mondja, de most akkor elnézést kérek, bevallom őszintén, hogy nem tudom, van ennek irodalma, de azt gondolom, hogy amit mikrokalcifikációnak látunk, vagy ilyenket látunk, az valószínűleg a dense, a sűrű papilla. Tehát ha elképzeltek egy szemölcsöt, egy ilyen nyúlványszerű valamit, annak a végének rosszabb a vérlátottsága, ugye az könnyen elmeszesedik, degenerálódik, de valójában lehet, hogy ez a nagyon sűrű sejt állomány az, ami akár benignus papilla, akár papilláris rák papillája, el tudom képzelni, hogy ezeknek egy része az maga a papilla, és nem feltétlenül a mikroméz. Mert ugye ez baromi nehéz szövettanul egyeztetni, hogy most akkor nézzük meg, hogy hát ezt nem lehet biológilag standardizálni. De hát ugye a hiperpláziás göböknek is legalább a 10%-ában látunk mikrokalcifikációt. Papilláris rákoknál meg 30-50% között van ez az arány. Ha indítom újra, nem tudom, van-e kérdésetek akkor ezzel a harmadik dologgal kapcsolatban. Na, valaki? Hát kérdezz, hát hogy ne, rengeteg időnk van, kérdezzél. Ez így van, ez így mondjuk, igen.
Igen. Azt hiszem, hogy nem. Azt hiszem nem. Hát meg ugye a betegnek van egy tűrőképesség, erről a legutóbb ugye beszéltünk, hogy hányszor szúrjuk meg, ezt megszúrtam legalább kétszer, és ugye múltkor megegyeztünk, hogy a magyar beteg az ugye nem szereti azt, hogyha hatszor szurkálják. Ez nem tekintető gyanúsnak, ez a göb. Tehát itt van. Hát így van, Gábor, hát ugye ez, amit a múltkor beszéltünk, hogy bárhol meg tudjuk állítani, de hogyha folyamatosan nézed a videót, akkor ezeknek nagy része nem gyanús. Tehát, hogyha ebből a két gömbből valamelyikben van rák, akkor 98% hogy ebbe van, és 2% hogy a másikba. Ráadásul még egy, ami gyakorlat, hogy visszamegyek ide, hogy ugye elő is talán a legelső megbeszélésünkön volt szó, hogy hiába, hogy azt látjuk, hogy ebben a nagy gömbben, ami mindjárt megállítom, hogy itt van a folyadék, de gyakorlatilag ez egy kád, amiben itt a szivacs. Tehát ha ebbe beleszúrunk, sokkal nagyobb esélye lesz nem értékelte a citrógén. Hiába, hogy direktbe ide szúrok, ez is egy vizenyős része ennek a göbnek. Tehát valójában ilyen esetben sokkal kisebb eséllyel fogok értékelte citrógénet nyerni, hiába, hogy ultrahang vezérelve ezt a részt szúrom meg. Tehát ha a betegnek végtelen türelme lenne, meg élettelen favágú lenne, akkor lehet, hogy érdemes lenne mindent agyon szurkálni, meg ha a tévé mindent kifizetne, vagy nem tudom, hogy milyen kifejezést használjak, de valójában azt gondolom, hogy ez a szúrandó. És akkor most még egyet mondok, és lehet, hogy egy kicsit elkalandozok, mert van egy másik eset, amit nem akartam ide most behozni, de mindjárt megkeresem, egy pillanatot várjatok. Azt mondja, hogy... Ugyanis ez két göbnek tűnik. Bocsánat, csak itt közbe keresgélek. Jó, most mindjárt mutatok egy nagyon hasonló. Tehát a következő volt a teóriám, ezt még egyszer megmutatom, annyiban, hogy lássuk, hogy ez ugye itt van a középső része a pajzsnek, itt az alsó része. Nem vagyok benne biztos, hogy ez valójában nem egy entitás-e. Tehát, hogy a cisztikus részből ez a rész, ez itt elkülönül, ez a rész, ez simán lehet szimplán a gravitáció. Most lehet, hogy hülyén hangzik, és ebben az esetben ennek kicsi az esélye, hogy ez egy pusztán a gravitáció miatt ide a szöveti állomány, meg a, nem tudom, a esetleg korroid kristály, mégis mikrokalcifikációnak tűnik, de lehet, hogy korroid kristály ide csoportosult. Ez egy kicsi valószínűség. De mutatok egy másik esetet, ami nem volt benne az előzetes tervben, de mindjárt megmutatom. Tehát ez egy nagyon hasonló eset. Na, bocsánat, jó. Legalábbis remélem, hogy ez az az eset, amit akartam mutatni. Nem sikerült, jó. Nem baj, akkor ez egy soronkívüli papilláris rákos eset. Jó, oké, ez nem az volt, mert egy olyan cisztát akartam volna mutatni, aminek az alján van mikrokalcifikációnak tűnő rész. De hát nem ez, nem ez. Nem baj, ez egy papilláris rák lett. Tehát egyébként az első esethez, ami Hashimoto-nak bizonyult, azért ez finoman szólva is hasonlít egyébként. Tehát itt valójában a kettő között, ha erőszakot tennénk magunkon, lehet, hogy tudnánk különbséget tenni, de valójában a útrangos megjelenésben nagyon-nagyon kicsi különbség van. Ugye, ráadásul ez is Hashimoto-s lett, tehát ez a jobb leveny, ami nem volt tumoros, itt mérsékelten ahhoz szegény területek vannak, és a betegnek igazolt Hashimoto-ja lett szövette annal is, és ezzel a bal levenyben ez lett a papilláris rák itt. Hát ez azért lényegesen gyanúsabb, mint az első eset, de hát nem lényegesen, gyanúsabb. Szóval ez a klasszikus mikrokalcifikáció. Mondjad? Hát Zoltán, most fölveszem a varázssapkámat és körberajzolom neked, fogalmam nincs. Fogalmam nincs. Ez a másik, erre mondtam, ugye a kettes számú esetnél, amit mutattam az előző előttinél, hogy teljesen szabályosak voltak a göb határai. Tehát azért nem mondom, hogy mindig így néz ki a papillárisság, de ennél egyszerűen képtelenség megmondani. Ugye ez egy infiltratívan terjedő elváltozás,
itt fogalmam nincs. Hát ezt nem lehet megmondani. Körbe lehetne rajzolni, hogy valószínűleg itt van, de ez egy multifokális, milyen javaja lett papilláris rák, ez totál reménytelen szerintem megmondani a határokat. Oké, van az enkapszulát, meg a papilláris ráknak egy jelentős része viszonylag jól körülhatárolt, hát ez nem az volt. Ez nem az volt. Ezt nem lehet megmondani. Hát itt erre azért ez most túlzás, de azt gondolom, hogy ez ugye ránézésre elég valószínű papilláris rák. Tehát itt valójában az útrang lehet a citrog után kevésbé lesz érdekes, de hogyha valamit kéne mondanom, akkor mindjárt megállítanám mondjuk itt. Ezt lemérném, hogy egy, mit tudom én, 17 mm legnagyobb átmérőjű területen egy EO-szegény, számos mikrokalcifikációt tartalmazó, szabálytalan határú göb, vagy göbszerű rész látható, tehát leírnám, de úgy írnám, hogy egy ekkora a területen, tehát lemérném ezt a legnagyobb átmérőt. Tehát én ezt így leletezném, hogy a balenyben középső harmadban egy, mit tudom én, 17 vagy 19 méter legnagyobb átmérő területen EO szegény mikrokalcifikációkat, számos mikrokalcifikációt tartalmazó szabálytalan határú göb. Tehát ezt így írnám le. Ezzel a esettel kérdés. Na most ez egyetlen baj, és most olyan fölényesen beszéltem, szóval most, mint hogyha én ezt érteném. De mondok valamit, ami nálunk sokkal okosabbak a ACR, a American College of Radiology, annak a tiraca, aki azt mondja, hogy nem lehet elkülöníteni a farok nélküli, tehát a komet, a tail nélküli kolloid kristályt, és egy kategóriával hozza a, úgy mondják, hogy a short tail kamettér artifaktot, ahol legfeljebb 1 mm-es farka van mondjuk egy ilyennek, tehát ennyi, kb. 1 mm, az ugyanaz a kategória náluk, mint a mikrokalcifikáció, és erre azt mondják, hogy punctate echogenic foci, vagy fókusz. Tehát mondom, van egy olyan, az egyik legelismertebb tirac, ez az ACR tirac, meg az hozzátartozó guideline, az azt állítja, hogy nem is lehet elkülöníteni, annyira gyakori az interpretációs különbség. Tehát azért mondom, hogy ez a kettő, amire rákérdeztél, az mondom, nagyon okos emberek szerint nem is érdemes elkülöníteni. A tradíció szerint el kéne különítenünk, és Európában, meg a világ nagyobb részén használják ezt a mikrokalcifikáció kifejezést, amire az előbb utaltam, hogy pongyolaság, de azt gondolom, hogy nem véletlen mondja az ACR, hogy ezt egy kategóriába sorolja, mert azt gondolja, hogy az esetek igen jelentős részében nem különíthető el. Szóval azért mondom, hogy ez nem atomfizika. Mondom, az egész dolog, sose felejtsük el, a tét az, hogy megszúrjuk-e vagy nem. Legcsekélyebb kétség esetén beleszúrunk, kész. Tehát azért, amit múltkor beszéltünk róla, hogy most a fától nem látjuk az erdőt, a végén azért el kéne felejteni az egyes fákat, hanem valahogy kéne előbb-utóbb mindenkinél ki fog alakulni egy benyomás egy göbről, ami időnként nem lesz helyes, nem érdekes, fölösleges szúrásnak semmi negatívuma nincsen. Tehát nem arról szól, hogy ezt most nekünk meg kell mondanunk. Azért, ha ilyet látunk, azért megmondom, ez nem a mai téma, ez az utolsó előadásnak lesz a témája, ami lassan elkészülök rá, főtöltöm, az integráció fejezetnek. Megmondom, mikor van ennek jelentősége. Negatív citológia esetén, mert lehet negatív citológia, ott egyértelmű, hogy az útrangot, ha mi látjuk, és nem a leletet látjuk, hanem magunk látjuk, akkor megkérdőjelezhetünk, vagy időt esetben meg kell kérdeznünk a negatív citrológiát. Tehát én néha összeveszek magammal, mert citrógusként azt mondom, hogy negatív, útrangosként meg azt mondom, hogy nem hiszem el, hogy negatív. Nyilván itt nem arról van szó, hogy az ember a képet félreértelmezi, mert a fals citrógiák két harmadánál a mintavétellel van gond, de ez egy már egy szofisztikáltabb, meg hogy mondjam, egy eléggé advanced dolog, hogy az ember a citrógiát fölülbírálja. Nem is erről az, hogy fölülbírálja feltétlenül, de ritkán az is igaz, hanem hogy itt, ha egy ilyenből kapunk egy jó indulatú citrógi leletet,
azt gondolom, hogy, hogy igen, némi kétségnek kell támadjon. Tehát ugye ez az utolsó fejezetnek az lesz a cím, hogy integráció, ami nem azt jelenti, hogy most feltétlenül, hogy hogyan kombináljuk össze az egyes jegyeket, hanem hogy az egyes diagnosztikus eredményeket. Tehát azért nagyon jó, hogyha a döntési helyzetben lévő klinikus látja, mert ilyenbe minden évben egyszer-kétszer én belefutok, hogy egy ilyen, vagy hát ha talán nem is ennyire gyanús, de előfordult már ilyen is, negatív a saját citológiám, és mégis megműtetem, vagy legalábbis visszaírom 3 nap múlva, vagy 1/2 év múlva, itt a Gábornak a kérdésére még egyszer válaszolok, inkább 1/2 év múlva, és még egyszer megszúrom, mert hogy erős kétségem van. Ez egyébként a protokollban is van ilyen, nem mindegyikben, most meg nem mondom melyikben, mert ezt most nem tudom, de van olyan, amelyik leírja azt, hogy másként kéne kezelnünk a útrangon gyanús göböket a kontroll szempontjából, mint a nem gyanús göböket. És ez egy abszolút érettszerű hozzáállás. Más kérdés ezzel az esettel kapcsolatban?